úgy tartja a néphiedelem, hogy a Sí és a szépségét még a halak is megbámulták. Az elegáns Wang Chao-Chun miatt a vadludak nem tudtak tovább repülni. Tiao Chan csábereje miatt elbújt a hold. Yang Yuhuan előtt a virágok is becsukódtak. Ők a Kínában több mint 1000 éve ismerté vált négy szépség. Sí és a szépségével elcsábította az anyaországával ellenséges fejedelemség királyát, aki az italok és a szerelem rabja lett. Így Sí hazájának lehetősége nyílt rá, hogy erőt gyűjtsön, és végül elsöpörte az ellenségét. Tiao Chan csábereje révén szerelmes lett a korábban szövetséges uralkodóba és tábornokba is, akik Tiao Chan megszerzése miatt ellenségek lettek, és végül mindketten elestek. Az űrzavaros helyzetben lévő császárságban pedig enyhült a veszedelem. Wang Chao-Chu a császár utasítására házasságot kötött a Hunok kanyával. Cserében sokáig nyugodt volt a helyzet a határon. A lázadók dühének enyhítésére a császár megölette kegyencnejét, Yang Yuhuant, akiknek tragikus sorsát évszázadok óta sajnálják az emberek. A szép arcuk helyett inkább a történeteik miatt vált feledhetetlenné a négy szépség. A 800 évvel ezelőtti Yuan dinasztiától kezdve a kínai városi lakosok közt egyre népszerűbbé vált a Pingua nevű mesemondó népművészet, amely elősegítette a négy szépség történeteinek elterjedését. A négy női alak a kínaiak alapvető esztétikai orientációját, illetve általános szeretetét jelképezi, ezért a történeteiket generációk óta adják tovább.